kis ember a kőbaltával a távoli mamutra vár. A kis samu közben kőlegóból kőmamut csinál. Az ősember a tekintetével az éjjel tépi szét. A kis samu közben a barlang falára rajzol egy nagy izét. Az éjben léptek dobbannak, ágak nyögnek, roppannak. Mamut szagárad a barlangba, és a kis samu halkan suttogja. Hé, mama, vigyázz! Jön a mamut! Hé, samu, vigyázz! Jön a mamut! Hé, szívem, vigyázz! Jön a mamut! És ha nem vigyázunk, elsodorja anyut. Hé, mama, vigyázz! Jön a mamut! Hé, samu, vigyázz! Jön a mamut! Hé, szívem, vigyázz! Jön a mamut! És ha nem vigyázunk, elsodorja anyut. Ember szól, gyere fiam, fogjuk meg a vacsorát! De a kis samu sajnos nem találja a medvebőr bocskorát. Az ősember most láncsát ragad, és ordítva elszalad. A kis samu is bátor, de inkább a barlangban marad. Az éjben kavicsok csattannak, láncsák íjak pattannak. Mamut szemgém lel a barlangba, és a kis samu. Jön a mamut! Hé, szívem, vigyázz! Jön a mamut! És ha nem vigyázunk, elsodorja anyut. Hé, mama, vigyázz! Jön a mamut! Hé, samu, vigyázz! Jön a mamut! Hé, szívem, vigyázz! Jön a mamut! És ha nem vigyázunk, elsodorja anyut. De a mamut se kutya, egy kicsit se buta. Elugrál, mint a nyúzi ide-oda. Az ősember pipa, mert nem talált a nyílot. És szól! Ma sincs vacsora! Az éjben láncsák röppennek, a mamutok meg sem döbbennek. Nem talált épp fordítva, és a kis samu hangosan ordítja, hogy hé, mama, vigyázz! Megy a mamut! Hé, samu, vigyázz! Megy a mamut! Hé, szívem, vigyázz! Megy a mamut! És ha nem vigyázunk, egy falat se jut. Egy falat se jut. Szervusztok, gyerekek! Ma a három dió meséjét hoztam el nektek. Volt egyszer, hol nem volt, egy igen szegény ember. De olyan erősen szegény volt, hogy a három árva gyermekén kívül egyebe sem volt. Még azokat sem tudta eltartani. Egy szép napon azonban azt mondta nekik. Na, fiaim, vegyétek az utat elejitekbe, s menjetek ki, merre lát, mert én nem tudlak titeket eltartani. Nincs mivel, mert én szegény ember vagyok. Sóhajtott, s el is ment a három testvér, s mikor egy keresztúthoz értek, azt mondták, hogy három esztendő múlva itt találkoznak, s akkor meglátják, ki mit szerzett. El is váltak, el is mentek, ki erre, ki arra. Mikor betelt a három esztendő, eszébe jutott a legkisebb fiúnak, hogy haza kellene indulnia. Hát egy öreg embernél szolgált, de olyan becsületesen szolgált, hogy örökké jobban megcsinált mindent, mint ahogy azt mondták néki. Egy nap az öreg elé állott. Na, öreg apám, betelt a három esztendő, s immáron most már el kellene mennem, hogy találkozzam a testvéreimmel. Amit megérdemlek, azt adják ide nekem most fizetségbe. Az öreg ember fel is kelt. Elővett 300 aranyat, 3 diót, s letette az asztalra. Na, fiú, ha a pénzt elveszed, tudd meg, nem adom tiszta szívből, de ha elveszed a diót, azt viszont tiszta szívből adom. A fiú azt gondolta magába, amilyen tiszta szívből én őket szolgáltam, ha olyan tiszta szívből találja adni a diót, akkor azt veszem el. Mondja is a fiú.
Na maradjon békivel, öreg apám! Elveszem én ezt a 3 diót, mert azt tudom, tiszta szívből adja. S ha élünk, még megtérek ide magukhoz. Járj békével, fiam, s az Isten adjon szerencsés utat te néked, de én tudom, hogy ide hozzám soha meg nem kell térned. Bent a fiú a keresztúthoz, s összetalálkozott a testvéreivel. Kérdik is egymást, ki mit kapott, hát mutassa meg. A testvérei elővették azt a sok aranyat, ő pedig a 3 diót. Kezdték szitni a testvérei, hogy 3 esztendőt, 3 dióért szolgált. Na nem baj, én ezt is szeretem. Nekem ez is jó, mert tiszta szívből adták, mondta a fiú. A testvérek elzavarták a legkisebbet, hogy ne egyszerre menjenek haza, mert ha az édesapjuk meglátja a 3 diót, nem állja meg szidalom nélkül. A kicsi bement az erdőbe, megvárta, még testvérei előre mennek, majd ő is elindult utánuk. Mentében megéhezett, de szegénynek étele nem volt. Egy kúthoz ért, s azt gondolta magába, ha nincs mit egyen, legalább igyon. De mi jön eszébe? Hát törjön csak meg egy diót, megeszi, arra csak jobban esik majd a víz. Elő is veszi a diót, de amikor megtöri, megrémült. Csorda, juh! Kezdett kifolyni belőle. Csengettyű a nyakukon, de annyi volt, hogy nem is tudta megolvasni. Ej, gondolta magába! Van, mivel édesapámhoz hazamenjek. Elfelejtette a szomorúságát, étlenségét, csak mehessen haza. Az úton eszébe jutott, hogy még egy diót meg kéne törni. Mikor azt is megtörte, marhák kezdtek kifolyni belőle, s ökrök. Legutoljára egy szekér 2 szép ökörrel befogra. Felült a szekérre, a juhok s a marhák, mintha parancsra tennék, olyan szépen ballagtak utána. Közel a házhoz eszébe jutott a 3. dió is. Törjem csak fel ezt is, ne vigyem éppen azt haza. Abból meg egy világszép leány szállott ki. Mikor a fiú meglátta, úgy megörvendett, azt sem tudta, hogy hol van. Mikor a másik 2 testvér hazaér, éppen csak megmutatták az aranyat az édesapjuknak, ki mit kapott. Hát, megérkezett a legkisebb is. Egy eszten a juval, egy csorda marhával, s egy szép szál leánnyal az ökrös szekéren. Megijedt a 2 testvér, mikor meglátták, hogy honnét kapta ő azokat, amikor elváltak, csak 3 diója volt. Ugye? Mondtam én nektek, hogy azt tiszta szívből adták. Nem lehet, hogy az az ember csak a pénznek örvendjen. Abból a 3 dióból kelt ki minden, amit itt láttok. Most kacagjatok, ha tudtok. Elindult hát a másik 2 testvér is, hogy megkeressék az öreget, akiknél szolgált a legkisebb. De sem az öreget nem kapták meg, sem ők nem tértek haza többé. Kisebb öccsük otthon maradt, s eltartotta édesapjukat is haláláig, s ő maga máig is él, ha meg nem halt. Még most is fejj azt a nagy eszten a juhot. Egér, egérből egér, nem más, mint a darabér. 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 Mint a darabér, egér, egérből egér,
mostól.